Tisztelettel köszöntöm a képviselőtet, testület tagjait és megjelent kedves vendégeinket a 2017. június 28-ai szerdai rendes képviselőtestületi ülésünkön. Kapuvári képviselő úr jelezte, hogy késik a mai nap folyamán családi okok miatt, de a képviselőtestület így is egy fő kivételével jelen van, tehát határozatképesek vagyunk. Előterjesztést szeretnék tenni a mai képviselőtestületi ülés napi rendjére, amely némileg el fog térni a meghívóban kiadottó. Első napi rendi pontként javasolnám jelentés lejárhatárideű határozatokról, majd a helyi értéktárbizottság első félémes beszámolója, utána a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása, majd beszámoló felsőtárkányi közös önkormányzati hivatal 2016. évi munkájáról, következő napi rendként az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolja az eddig végzett munkáról, azt követően Pénzügyi Bizottság beszámolja az eddig végzett munkáról, majd a települési címerrel kapcsolatos rendelet, társadalmi bérleményeztetésre vonatkozó napi rendjét tárgyalnánk. A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület 2016. évi pénzügyi beszámolója, majd pedig az egyéb ügyek megtárgyalására kerülne sor, és zárt ülés keretében pedig a Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos előterjesztés, illetőleg az önkormányzat által alapított kitűtődő díjakkal kapcsolatos előterjesztést tárgyalnánk zárt ülésen. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy kiegészítése van valaki a napirendhez. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirendről, aki egyetért, kérem, szavazzon most. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta az előterjesztést. Nagyon röviden lejárt határidejű határozatokról, ugye régóta húzódott, de most már végére értünk, a mai nap folyamán megérkeztek a kiegészítő alapterek, homlokrakodó alapter, fűkasza, sőt már ma dolgoztak is vele a kollégák, pótkocsi, meg mindenféle egyéb eszközök, be is üzemelték őket, tehát működő képesek. A leasing szerződés nyomán ugye ez ki lett fizetve, és most már a Kft. Saját raklapvillával, meg mindenféle olyan eszközökkel rendelkezik, amivel a kisebb munkákat meg tudjuk csinálni, és ehhez nem szükséges bevonni külsős vállalkozókat. A tegnapi nap folyamán megérkezett az acélkemence, és azt kipróbálták, kifűtötték, ma már csináltak benne rá még egy ilyen próbasütést, tehát az is kiválóan működik. A képviselőtestület döntése nyomán ugye kiértesítettük a pályázatot, a közművelődési intézmény pályázatára érkezett pályázókat arról, hogy milyen eredmény született, van még valami? Ja, igen, a település rendezési terve kapcsolatos kiírás, ugye dokumentáció az megjelent, majd itt lesz 2017. július 10-én egy társadalmi egyeztetés, ami kötelező. A Sebestyén András doktor úr részére biztosított mikromotoros támogatás az folyósításra került. A Kisdózsa utca vízvezetési munkáit